A Bácsföldvári Vojvodina Teke Klub szenior csapata az elmúlt idényt a szerbiai első ligában a Vajdaság csoportban az 5. helyen zárta. A 3. helyre kerüléshez mindössze 1 pont hiányzott, de tekintettel arra, hogy az ország legfiatalabb csapatáról van szó, amely 16-tól 20 éves fiúkból és néhány tapasztaltabb játékosból áll, akiket a koronavírus, a különböző sérülések és munkahelyi kötelezettségek megtizedeltek, ezért az első csapat játékosainak nagy része a bajnokság bizonyos ideje alatt nem tudott versenyezni, így ez a kötelezettség a tartalék játékosokra hárult. A Vojvodina tavaly azzal a céllal lépett be a szerbiai első ligába, hogy a szuperligába kerüljön, ami azonban mégsem valósult meg. Így a vágy megmarad a következő szezonra. Augusztus 1-én kezdjük a felkészülést. A célunk változatlan, a szuperligába való bejutás. Addig el kellene, hogy készüljön a korszerű tekepálya Bácsföldváron, melynek előnye többek között az is, hogy végre a saját szurkolóink előtt játszhatunk. Az utóbbi 5 évben mindig máshol zajlanak az edzések, egy évig Topolyán, egy évig Bács-Feketehegyen, és 3 éve már Törökbecsén dolgozunk, ahol már szinte otthon érezzük magunkat, mert az ottaniak igazi házigazdáknak bizonyultak, és mindazt a figyelmet megkapjuk tőlük, amit ez a klub megérdemel. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a sportközpont igazgatójának, Ránko Jányicsnak, aki lehetővé tette számunkra, hogy teljes erőbedobással edzhessünk a törökbecsei tekepályán. Mi pedig minden erőnkkel törekszünk és edzünk, és a sikerben reménykedünk. A Vojvodina Teke Klubnak van junior és kadét csapata is, mindkettő egyformán sikeres. Az idén a Vojvodina juniorjai kiharcolták a Szerbia bajnokai titulust, tandemben az első és a 3. helyet szerezték meg. A klub továbbá a tartományi kupa megnyerésével is büszkélkedhet. Radatovic Hunor 3. helyezést ért el a kadétok között Szerbia egyéni bajnokságán, még ugyanez a játékos a Verbász kupát is megnyerte, a vajdasági kupa bajnoka pedig Kurcinák Gábor lett. A bácsföldvári játékosok minőségét igazolja az a tény is, hogy 3-ukat meghívták a juniorok és kadétok versenyében a világbajnokság előtti válogatott felkészülésére. A világbajnokságot idén Szlovéniában tartják, augusztus 21-től augusztus 26-áig versenyeznek a pionírok és a kadétok. Augusztus 27-e és 31-e között pedig a juniorok versenye zajlik. Klubunkat 2 személy képviseli a kadétok kategóriájában, Kurcinák Gábor és Radatovic Hunor. A juniorok kategóriájában pedig 1 képviselőnk lesz, az előző világbajnokság bajnoka Marko Erdejan. Arra számítunk, hogy közülük valaki idén is éremmel tér haza. Természetesen a legfényesebbre számítunk, de a többi megszerzett éremmel sem leszünk elégedetlenek. A Bácsföldvári klub kiemelkedő eredményeire felfigyelt a Sport és Ifjúsági Minisztérium, és ösztöndíjban részesítették Marko Erdejan junior versenyzőt, Radatovic Hunor kadét pedig a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárságtól kapott ösztöndíj támogatást. Másfelől viszont az edzésekhez, a felkészüléshez és magukhoz a liga versenyekhez, valamint a magasabb rangba lépéshez hiányzik a megfelelő tekepálya. Bácsföldvárnak van egy 4 sávos tekepályája ugyan, de ez a pálya nem elégíti ki a szerbiai első liga, a szuperliga és a vajdasági első liga kritériumait. Ezért kénytelenek vagyunk más helyen edzeni, amit elég nehéz összehangolni, mert elsősorban össze kell hangolni a törökbecsei pálya szabad időpontjait, az iskolai, a munkahelyi és egyéb kötelezettségeket. Valahogyan azonban mindig feltaláljuk magunkat, bár nehéz, de mégis sikerül. Óbecse község elnökétől, Dragan Tosicstól egy igen kemény ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy ez a gondunk megoldódik, hiszen mi vagyunk az egyetlen sportklub Óbecse községben, amely kénytelen a saját településén kívül tartani az edzéseket és a meccseket. Éppen ezért nagyon reméljük, hogy ez a gondunk mi hamarabb megoldódik, és hogy végre saját közönségünk előtt játszhatunk majd.